nagy egyéniséget, nagy zenészt vesztettünk el, Szokolai Sándorba. Mindenféleképpen fejet kell hajtani az életműve előtt, amely nagyrészt feldolgozatlan. Én azt hiszem, hogy meg kéne nagyon vizsgálni, hogy mit hagyott maga után, mert műveinek nagy része kiadatlan, nyomtatott partitúra csak nagyon kevés van. Egyáltalán, ha az ember Szokolai opuszokat keres zeneműboltokban, akkor szinte alig talál valamit ahhoz képest, hogy több mint fél ezer művet hagyott ránk. Én a magam részéről, amit dirigáltam tőle, fiatalkori vagy időskori kompozíciók, mint lelkem mélyéig megrendített, és azt hiszem, hogy ezt egy igazán nagy zeneszerzőről lehet csak elmondani. Szokolai életműve azt hiszem, hogy nagyon is hozzánk szól a mindenkor jelenlétéhez.